Köszöntöm a kedves nézőket a fogadó órából. A stúdió vendége Jakab István, a Cegléd Város Román Nemzetiségi Önkormányzat elnöke. Köszöntöm, elnök úr, és köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást. Köszöntöm én is önt és a kedves Cegléd Televízió nézőit, és én is köszönöm, hogy lehetőséget biztosítottak számomra, hogy beszámoljak a munkáinkról. Hát akkor nézzük is ezeket a munkákat és a tevékenységüket. Én akkor rögtön vágok is a közepébe, mert rengeteg a téma. Továbbtanulási, elhelyezkedési lehetőséggel segítették ceglédi roma származású fiatalokat, illetőleg gyakorlatilag úgymond munkaközvetítőként is segítenek. Igen. Elhelyezkedni. A ceglédi rendőrkapitány úr, Török Csaba, egyeztettünk több alkalommal, és igazából szeretnénk azt, hogy a roma lakosság köréből minél többen fiatalok menjenek tovább tanulni rendőrként, szeretnénk e irányba terelgetni őket, és közvetítettünk le tanulót is, aki elvállalta, és reméljük, hogy büszkék lehetünk rá később. Illetve nem csak fiatalról van szó, hanem úgymond idézőjelben idősebb azokat, származású. Igen, azoknak munkákat biztosítunk. Is segítettek. Igen, segítünk nekik, hogyha munkalehetőség van valahol, hogyha halljuk, akkor folyamatos kapcsolattartásunk van a ceglédi roma lakosokkal, és kiközvetítjük őket különböző munkahelyekre. Ez egy folyamatos munka, és örülünk, hogy tudunk embereknek segíteni, és ezzel is a bűnözést felszámoljuk. Erőszakos cselekményekkel kapcsolatban, azok megoldásával kapcsolatban is közreműködtek, illetőleg próbáltak segíteni. Hogyan? Igen, történt egy tulajdonjogvita a Szűcs telepen, ahová a László Ágnes képviselőasszony is kijött velünk a probléma kezelésében. Sajnos súlyos veszekedések történtek, folyamatban van, ez még teljesen nem oldódott meg. Történt olyan, hogy a ceglédi szórakozóhelyen egy ismert ceglédi vállalkozó családjába kötöttek bele roma lakosok, és kérték a segítségünket. Elmentünk, és hála jó Istennek sikerült megoldani, kibékíteni mindkettő felet, és megoldódott, tehát kézfogás, barátság lett a vége. Történt az Ugyerban is egy erőszakos bűncselekmény, sajnos fizikai bántalommal járt az is. Kihívtak minket. Egy roma és egy nem roma családról van szó, és azt is sikerült megoldani, megbeszélni a dolgokat, és mind a kettő fél hajlott arra, hogy akkor kibékülnek, fényképet is készítettünk erről. Akkor azért megyek gyorsan, mivel sok napi rendi pontunk van. Cegléden történt egy olyan kettő roma család közt egy olyan vita, hogy sajnos kard is, piszta is előkerült. Akkor is minket hívtak ki ennek a problémának a megoldásához, és hála jó Istennek sikerült megbeszélni, és megoldódott a két család közt, a mai napig béke van, és megoldottak a problémák. Ezen túlmenően hogyan tudják segíteni a roma közösséget? Gondolok itt ruhaosztásra, élelmiszerosztásra, bútorral is segítik, sőt, akár itt most van az alkalom egy bőfél éves értékelésre, tekintettel a koronavírus járványra például maszkok, fertőtlenítő szerek terén is tudtak segíteni és lépni. Igen. Röviden összefoglalva, heti rendszerességgel folyamatosan bútorokat, ruhákat, élelmiszereket osztunk, járjuk a családokat, és akik szükségben vannak, azoknak biztosítunk részükre, ahogy mi is kapjuk ezeket. És sajnos nagyon-nagyon sok embernek kell segíteni, mindenkin nem tudunk, de ahogy sorra kerülnek, tehát nagyon sok családon tudtunk segíteni. Megoldottunk olyan problémákat, hogy a gyámügy el akarta venni családtól a gyerekeket, nem egy esetben, tehát mi segítettünk a családnak, hogy ezeket a problémákat megoldjuk közösen, hogy a gyámügy ne vegye el a gyerekeket. Nyilván mi is szemünk előtt tartjuk, hogy azoknak a családoknak segítünk, akik nem isznak, nem drogoznak, nem bűnöznek, hanem akik ténylegesen küzdeni akarnak a családjukért. És most ott tartunk, hogy úgy érzem,
A kért dolgoknak a 90%-át teljesítettük, úgyhogy nem fogják elvenni, nem fogják kiemelni a gyerekeket a családból. Tehát akkor a ruhaosztás, élelmiszerosztás, útorosztás gyakorlatilag folyamatos, és akkor még azért kérem, hogy térjünk vissza erre a maszkra, illetve a feltöltenítőszerekre. Igen, hát ez megjelent már újságban is. Kértük a polgármester úrnak a tanácsát, a együttműködését, hogy tudjuk ezt a világjárványt ceglédi viszonylatban is megoldani. Többször akartam vele beszélni, sajnos nem fogadott minket, holott abszolút nem értem, mert köztünk soha nem történt egy nézeteltérés, mi soha nem beszéltünk ellene, tehát mi próbálunk függetlenek maradni politikai pártoktól, mert a romák mindig lesznek, politikai pártok jönnek, mennek, és mi ceglédi lakosok vagyunk. Nyilván, hogy számít azért nekünk, hogy melyik politikai párt segít nekünk, de én úgy érzem, hogy ezzel is a polgármester úr bebizonyította, hogy a romák felé nem akar nyitni, mert annyira nem méltatott, hogy egyszer is fogadjon engem, holott több alkalommal kerestem, és én Cegléden több ezer romát képviselek. Ha valakinek van magánjellegű problémája, kerítés, egyéb problémája, ki akar dőlni, azokat tudja fogadni. Én, aki több ezer embert képviselek Cegléden, nem hajlandó velem leülni. Most mondhatja azt a polgármester úr, hogy hivatalosan alpolgármester asszony van kijelölve a kapcsolattartásra, de pont akkor, mert nem is csinálunk ebből problémát, de pont akkor kizárólagosan, mikor az első járvány volt, csak ő rendelkezett olyan jogkörrel, hogy egyedül hozzon határozatokat, döntéseket, és nem volt hajlandó leülni velünk, hogy hogyan oldjuk meg Cegléden a mély szegénységben lévő romák felé azokat a higiéniai dolgokat. És az lett az egésznek a lényege, hogy mi, mint magánemberek, a képviselők összedobtuk a pénzt, és 400 ember számára fertőtlenítőt és maszkokat osztottunk ki. Hát polgármester úgy most nincs jelen, hogy megválaszoljon az ön által felvetettekre. Viszont terveink szerint még pénteken a közérdekű vendége lesz, én ezt felírtam, és akkor kérdezni fogom tőle ezzel kapcsolatban. Kérdezni fogom őt ezzel kapcsolatban. Más, a hídgyülekezet átvette az ugyeri iskolát. Mennyire ítéli ezt meg zökkenőmentesnek? Hogyan állnak hozzá az oda látogató gyerekek? Ugye több mint 90%-ban itt roma gyerekekről beszéltünk, igen, illetőleg a családok. Igen, tehát ennek az iskolának az átvételében mi is nagyon érintettek voltunk, romák, és mi előtte csináltunk az Ugyerban egy felmérést, hogy a családok milyen véleménnyel vannak ez iránt. De egyértelmű volt a válasz, hogy szinte 100%-ban támogatták a romák, hogy a hídgyülekezete vegye át, mivel hogy több tíz éves múltja van annak, hogy a hídgyülekezet különböző formákban segítette a helyi romákat, akkor, mikor mások elutasítottak minket. Én személy szerint megemlítenék, hogyha megtetszik engedni nekem. A testületi ülésen, mikor a hídgyülekezetének az átvétele volt, Fehér István képviselő úr tett egy olyan megemlítést, ami engem nagyon felháborított. Azon felül el kell, hogy mondjam, hogy kimondottan szimpatikus nekem a Fehér képviselő úr. Nagyon jó kapcsolatunk van, én úgy érzem. De egy olyan hasonlatot mondott, hogy a olyan életérzése van a ugyeri iskola átadásával kapcsolatosan, mint egy szülőtől, mikor a gyerekét elveszi. Na most, akármikor problémák voltak az ugyerrel kapcsolatosan, soha senki nem segített. Én nagyon szívesen felálltam volna, és megkérdeztem volna a képviselő urat, hogy ő ennyi éven keresztül mit adott ön a gyerekének, hogy olyan életérzése van, mint hogy egy szülőtől elveszik a gyereket. És ezt felteszem, ezt a kérdést most mindenkinek, aki kritikát fogalmazott meg a hídgyülekezetével kapcsolatosan, hogy eddig mit tettek az iskolái, mert ez az iskola, ha eddig nem volt, aki kimondja, én kimondom, a városnak egy szálka volt a kezében. A hídgyülekezete átvette,
súlyos milliókat kell, hogy beletegyen, hogy helyre tegye ezt az iskolát, nagyon-nagyon sok munkát, időt, pénzt, és ő hajlandó ezügyben segíteni, és megkérek mindenkit, hogy fogadja el, hogy a hitgyülekezete átvette, és segíteni akar, fel akarja emelni a roma lakosságot, hogy kiemelkedjen abból a mély szegénységből. Igen, most Fejér István is megszólítatott, most ő sincs itt körünkben. Szívesen találkozok vele is, akár nyilvánosan is, örülök, hogyha választ mond erre. Van még szűk 2 percünk, van még 2-3 kérdés. Egyik részleteket nem tudok, azt viszont tudom, hogy az Országos Roma Önkormányzat megkereste önöket, megkereste a ceglédieket. Mi ebből a publikus, miről van szó? Igen, hálásak vagyunk, hogy az Országos Roma Önkormányzat megkeresett minket együttműködéssel kapcsolatosan. Nem publikus, de olyan dolgok vannak folyamatban, ami még az országban nem volt. Annyit árulhatok el, hogy keresztény dolgokkal kapcsolatosan, és ennek a vezetésébe kértek fel minket is az együttműködésre, és folynak folyamatosan az egyeztetések. Ami a tevékenységüket illeti, például megemlékeztek a cserdi polgármesterről is, erről beszámoltunk itt a Ceglédi Városi Televízióban, illetve most is működik a Roma Táncház, és tervek szerint működni is fog. Igen. Nagyon büszkék vagyunk, a Cegléd város történetében nem volt olyan, hogy roma körökben folyamatosan egy ilyen táncház működjön, és a második ciklusunk óta működik, és egyre sikeresebb. Tehát azzal nincs is probléma, hogy nem volt sikeres, mert egyszer azért kellett, hogy bezárjuk a roma táncházat egy hónapra, mert annyian jöttek, felnőttek, hogy nem fértünk el, és voltak a szomszédságokban olyan problémák, hogy hangoskodtak, és most kimondottan a gyerekeket céloztuk meg. Minden alkalommal 20-30-an vagyunk, akik jelen vannak a roma táncházban, és büszkék vagyunk, örülünk, hogy a roma kultúrát, a hagyományokat tovább tudjuk vinni a gyerekeknek. Elnök úr, zárásképpen távol álljon tőlem, hogy a zsebükben turkáljak, de még évelején azt mondta, hogy terveik szerint nem veszik fel a tiszteletdíjat, és előtte se igen vették fel. Felveszik most a tiszteletdíjat? Jelenleg sem vesszük fel, és nem is tervezzük, hogy felvegyük. Elnök úr, köszönöm szépen, hogy nálunk járt. Jó munkát kívánok. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. Kedves nézők, ez volt a Fogadóra. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra.